Szalszolakáli, népi nevén ördögszekér, igénytelen gyógy és gyomnövény. Kóróját az őszi szél kidöntve maga előtt görgeti, míg a növény futása közben elhullajtja magvait. Kedves Badacsony Tomaiak, kedves Tapolca járásiak, a cigány kérdésről van szó. Ez nem csak a mi problémánk, országos probléma is. Itt van most az eleven alkalom, hogy elmondhassuk mindazt, amit ezzel a kérdéssel kapcsolatban elmondani szándékozunk, azt, ami van, ami volt és amit szeretnénk, hogy lenne. Az nem is bizonyos, hogy egyforma az ítéletünk, sőt biztos, hogy nem egyforma. Ahogy így végignézek most magukon, akkor azt látom, hogy van itten ellenvélemény is, van itten pártolás is. Hát hadd halljuk az ellenvéleményeket, aztán majd megmérkőzünk egymással. Már régóta hallunk újságokban is, a pártrészről is, és mindig az ember szívleli az átmenetet, hogy mi is alakul ebből ki. Hát sajnos, itt beszélgetünk arról, egyesek azt mondják, fejlőd is mutatkozik. Igen, 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 gyére mutatkozik, azért a fejlőd is. Mert még tényleg valóban meg kell mondani, a magyar ember újjon, meg a magyar gyerek is, meg a magyar édesanyja is, hogy idegenkedik a cigántól. Már különben is a cigánok azok csak cigánok, ugye? Azok is maradnak. A cigányok maradjanak csak ott, ahol vannak. Mert az ember jó szóval mond nekik valamit, akkor is visszafelesel meg, minden rosszat mond az embernek, ugye? Hát a cigán csak cigán, cigán is marad. Szerintem ők azért nem fejlődtek és nem jutottak talán hozzánk hasonló rangsorba, mert a történelem őket taposta és el voltak szigetelve a művelt társadalomtól. Ugye a magyarok a népvándorlással kerültek a Kárpátok közé. A cigányok is keletről indultak, csak később. Az 5. és a 10. század között elindult Észak-Indiából egy indoeurópai népcsoport, a mai cigányság ősei. Firdúszi tadzsik költő szerint ezóta úgy bolyonganak szerteszéllyel a világban, mint a kutyák vagy a farkasok. Lassan századokon átvonultak nyugat felé. Eljutottak Angliáig, sőt Észak-Afrikába is. Ellenszem fogadta őket. Nyelvük, szokásaik, bőrük színe különbözött a környező lakosságétól. A középkori feudális államok röghöz kötött jobbágyainak rossz példa volt a szabadon vándorló nomád cigányság. Az uralkodók mindent megtettek visszaszorításukra, sőt, megsemmisítésükre. Angliában 8. Henrik uralkodása alatt 18 ezer cigányt akasztottak fel. Skóciában 1579-ben a cigányt fülénél fogva fához szegezték. Első Vilmos porosz király parancsa. Azokat a cigányokat, akik a porosz királyi állam területére lépnek és 18 évesek elmúltak, fel kell akasztani. Franciaországban 1802. december 6-án éjjel Bayonne, Manleon kerületekben a cigányokat összefogdosták, hajóra rakták és kitették az afrikai partokra. 1845. Hirdetés. Megjelent a Mannheimer Abendzeitung 115. számában. Bukarestben az elhalt Nika Miklós szerdár fiainál és örököseinél 200 cigány család eladó. A férfiak leginkább lakatosok, aranyművesek, cipészek, zenészek és földművesek. 5 családnál kevesebbet nem adnak el. 1724. október 13. Rendelet a cigányok és más veszélyes emberek kiirtásáról. Aláírás harmadik Károly. 1767. november 27. Rendelet a cigány gyermekeknek szüleiktől való elvételéről. Aláírás Mária Terézia. Enesei György a Cigány nemzetnek igaz eredete című munkájából. November 20. Beadványában Heidegger László javasolja, tetováltatni kell őket. Pesti Hírlap, 1907. augusztus 6. Kultúrállam az ilyen fajt kiírtja. Kiírtani. 1909. augusztus 1. Zalamegye, Vármegyei Hírlap. Amerikában meglincselik a négert, ha bűnt követel. Egyszer majd mi is lincselni fogunk. 1940. Dr. Gesztei Nagy László a Magyarországi Cigánykérdés rendezése című tanulmányában ezt írja. Rájuk különleges szabályt kell hozni.
Ezekből a szabályokból nem kell kimaradni a botütésnek, sőt, esetleg a kasztrálásnak sem. A kóbor cigányokat koncentrációs munkatáborokba kell összegyűjteni. Vagy munkás egyede lesz a társadalomnak, vagy elpusztul. Amikor Magyarországon ez a tanulmány megjelent, a fasiszta Németországban már régen működtek a megsemmisítő táborok. Először a hitleri őrjöngéssel szembeszegülő németeket nyelték el, azután sorra jöttek azok, akiket a náci embertelenség alacsonyabb rendű fajtákba sorolt. Mintegy 400 ezer cigányt pusztítottak el. Sokuknak a Birkenaui tábor cigánybarakja volt az utolsó állomása a gázkamra előtt. Cigányok. Közel 200 ezeren élnek az országban. Nem teljesen pontos a szám, nálunk nem készül külön statisztika róluk. Már nem vándorolnak, letelepedtek. Becsült adatok szerint jó egyharmaduk beilleszkedett. Bent laknak a falvakban, a városokban. A többiek nagy része szintén ezen az úton halad. Míg sokan, közel 70 ezer cigány, akik az állandó munkát alig ismerik, nagyon elmaradott viszonyok között élnek. Azért, mert csak ki nevetnek, mi kicsúfulnak az az apja. De csúfoljuk, de hogy is csúfoljuk. Máskülönben úgy sem tudnak azt megcsinálni mi velünk, hogy hát legyen valami másféle lakásunk, csak éppen ezt csinálják, ami most van. Az. De hát meg tudják csinálni ilyen nagy csúfrákot. Ilyeneket tudnak csinálni, de azt nem csinálják, hogy valami rendesen csinálni. Ilyen beteg Helen, ilyen nem kellene minket ide. Nem kellene élet, kérem, hogy mi belőlenk is teszik kinevetni valamit, kinevelni, hogy nézd! Én megmutatom magnak, hogy mi lenne a mi helyzetünk. Hiába mosunk, hiába takarítunk, mert ide figyeljen. A piszok a motyok mégis megész, mikor leülök abba a porba, mikor fékelek, bizony Isten, olyan rajtam a ruha, mint a szúcsok. Akkor nézem, máma, és tessék oda menni, azt a sort megnézni, ne ezt a telefinikát megcsinálni, hanem menjük most, ami reggel óta fogva mostam, de miért? Nem, hogy tetszes vagyok és rendes vagyok, hanem azért kérem, hogy a mocsok még a piszok megész. Itt hiába akarok takarítani és tisztogatni, ne ezt a ténma, ne ezt a ceremóniát megcsinálni mi velünk, hanem azt kérem, hogy mi belőlenk is valamit, hogy mink is létezhetünk a világba, nem csak a magyarok, mert nézze, ellenbe, a nem csak a magyar az élet, hanem a szegény cigánnak is legyen egy kis életje hozzája. Igaz vagy nem? Igaz. Tartásni kérem. Igaz. Ugye idáig, hogy én beszélgettem magával, igaz vagy nem, hogy én csak mókákból beszélgettem magával. Mint hogy ezt a ceremóniát megcsinált mi velünk, mert így is levetetik az embert, még amúgy is levetetik az embert. Rendesen, tisztességesen tessék elbeszélgetni, és kimagyarázni, és kifejezni, hogy a szegény cigánból mit akarnak kifejezni. Azt mondjam, kérem szépen, nem jó életed, mert az nyomorúság kérem, meg étlenséget kérem, igen, egy kutriba lakni, nem létezik a világon. Ez nyomorúság kérem szépen. Minden, hogy jó lenne, ha nekünk is olyan lakás lenne, mint maguknak. Tetszik tűnni, ha nem is olyan emeletes lakás lenne, legalább rendes lakás lenne. Nem olyan beteg és gunyhóban, nézd a tetszik, tűnj! Hányszor most egy héten a gyerekekre? Háromszor.
háromszor mosunk egy héten. Aztán mégis még mindig piszkosak. Mert itt a földön fántergünk azért. Ha esik az eső, akkor már nem is tudunk benn maradni. Mert ullanyok vagyunk, hogy mind a malacok, hogy teli vagyunk vízzel, úgy folik, mi ránk a víz. Ugye nem tudom tisztán tartani, hát na azt az egy kis lántot tisztán tartom, mert hogy iskolába jár. Vegykejvogattuk, írta Móra Ferenc. Vilász farkó, fecske madár, gyögye régen várjuk, kis ibu a szép óvirág, kinyilott már náluk, fácsó szányok, kis mehecskék, zungva zöngve szányok, cifra egység, kék vegyekék, oda, ide-oda járnak. Róza, róza, piros róza, nyitogatja a kájé, itt a tavasz, legszóbb várjuk, hogy csörgetek. Soknak még mögövő könyere sem nincsen, sok éhön egész nap szédülök, velem értjük. Azok kapnak 400 forint, 500 forint. Egész nap kartás néni kérem, ott dolgoznak, mint a marha. Esznek egy ebédet, aztán a másik nap ebédet esznek. Ez élet, kartás néni kérem, ez élet. Meg most kitanak, ha lemennünk a faluba is bennünket, a népet. Mert azt mondják, hogy hát piszkos cigányok, hát nem segítjük őket, meg minden. Rajta van a C-betű a hátunkon, és ezért azt mondják, mindenütt a cigány. Mindenfelé az egész gyárokban. És azt mondta egy kisgyerek, hogy jön egy bácsi. De a néni meg azt mondja, nem bácsi az, hanem cigán. Az így van. Volt egy bátyám, két bátyám, édesapám, meg aztán a szolgóraim voltak ott, meg aztán egyén voltak valami hatan kérem, mit élünk. De abból a hatból is egy itt hazik, sajnos. De mint katonák haltak meg? Világháborúban volt édesapám, két bátyám, ebben háborúban még aztán voltak mindenki. Még aztán most a fiam is ott volt, két évig. Sajnos aztán mégis azért, hogy ilyenben vagyunk, kérem, hogy hát nem gondolkodnak az állam ettől, hogy hát na most Magyarországért mindenki szenved, úgy szenvedünk érte, mint az a valóságos. Nehéz volt, kérem, nehéz volt az élet, még most is csak nehéz az élet. Mert illen helyzetben nem lehet, makar mi lehet, tiszta legyen az ember gyereke, de abban porba belemegy, mint elizil a ruha. Mert nekünk nincs olyan székünk, hogy éljünk a székén, csak a fédén kell nekünk inni. Hát valahol kis helet kell csinálni nekünk is, kis házat, hogy legyen nekünk is menti amargyá, hogy legyen tiszta nekünk is a hel. Mert akkor másképp fordítnak mink is a helzet. A cigánynak doborizónak sétábot neszeznek egész délig, délután megjön újra kezdik. Ugyanakkor az egyszer magyar lélek, amik szorgalmasan kapál meg, dolgozik abban a mezőben. Tettéket dolgoztunk, falapátokat, itatóválókat. Léde, ebben léde. Ebben bolyóztam, ebben pucultam a tettéket. A fejszében, mindenem, nekem ebben volt az Istenem. A Máriám. Ebben megkerestem a kis családomnak a kis ennyivalót. Nyugodtan, megéltem. A kis családom mellettem volt, mindig. Akkor ittam, akkor bementem a kocsival a falomba, elkezdtem mulatni, elkezdtem táncolni a kocsmába, akkor volt nekünk jó világ, nem most. Most van nekünk jó világ, meg ez a fele. Miért nem jó világ. János bácsi? Nem kapok munkát, nem kapok. Nem kap teknővájó munkát? Nem kapok tekéket, úgy lányom. Eddig itt is, ott is kerestek valamit, de most? Ki vesz ma faragott teknőt? A vályog is kimegy a divatból, a zenész kiszorítja a jazz és a magnó. És a legnagyobb, a magánportán nincs kisegítő mezőgazdasági munka, kis favágás, rossz kabátért, döglött csirkért, pár forintért. Az élethez akármilyen nyomorúságos, azért kell valami alap. Az utóbbi 6-8 évben megindultak munkát keresni. A szükség viszi őket, a megélhetés kényszere. Belekezdenek a munkába, aztán abba hagyják. Elfogy a kis kereset, újra kenyér után kell nézni. Új élet ez nekik. Hát, hogy beleszoknak-e? Hát most már ezek már kezdenek bele nevelőni, bele szokni a munkába. Hát ugye... Az életnek az a minden, a munka, és azután lehet megélni. Ugye és megváltoznak is. Maga szerint? Hát nehezen. Most már azért kezdenek beletörődni. Remélem, hogy hát majd a
családjuk már jobban. A gyerekek, ugye? Hát 6 év nem olyan nagy idő. 6 év nem nagy idő, igen. Megváltozni egy ember formát átölteni, ugye, az bizony nem könnyű dolog. Na mindegy, a lényeg az, hogy együtt dolgoznak, és reméljük, hogy sokáig dolgoznak együtt. Hát gondolom, hogy ők is meg vannak velünk elégedve, mert azért úgy bánunk velük, mindegy. Másik rendesen. Meg van elégedve a brigádvezetővel? Meg vagyunk, kérem szépen, nagyon szépen megelégedve, mert idáig semmi szó se volt, veszekedés kezdtünk, nem volt. Mifajta emberünk, a fehér ember se dolgozik jobban, mint ezek. Szóval becsületesen. Ők nem mifajták? Kérem? Ők nem mifajták? De hát mondjuk, hát... Ugye nem így új magyarok vagyunk, elcsókolom már. Ezek azt mondják, hogy új magyarok. Új magyarok vagyunk. Most születtünk, kérem szépen, ebben sorsban. Bármát, ugye ma ennek lettem, még a reakciós világban, kérem szépen, még vademberek voltunk. Úgy írtve. De mivel most már kommunizmus életben élünk, most már kérem szépen, már miénk is már rá fogunk tergetni, és már fejlődik a mi országunk is, hogy hát kérem szépen, még ezek a cigányok is már fognak már, valamire már alakulnak. Igaz. Hogy ne legyenek másfajták, ugye? Hogy legyenek másfajták, csavargók, legyenek... Miért kell új magyarnak? Hát éppen ezért kérem szépen. A magyar elég. De maga munkakönyve is jó tartta. Miért dolgozott annyi sok helyen? Azért dolgoztam annyi sok helyet, mert voltak mindig ilyen esetek, hogy kirúgtak. Azért, mert hát azt mondták, hogy nem felelek meg, pedig hát dolgozom úgy, mint rendes magyar ember. És nehéz volt bejutni, Balján? Hát nehéz volt bejutni, mert 18 hónapig mind szerződött munkás voltam. Mikor betelt mindig a 6 hónapon, utána 3 napra mindig elküldtek, hogy ne állandósítsanak meg, de hát most 59. május 20 óta megállandósítottak, azóta itt dolgozom. Legöregebb lányom, 23 éve, szeretném elhelyezni, de nem tudom sehova se. Barna bőrű. Itt is próbáltam, azt mondta, nincs jövőtel. Közvetlen harmadnapra fővettek 3 kis látak itt söpröket. Itt van 8 családos apa, hányszor küldtek el, mint szerződött munkás? Meggondolta a gyár ezt, akkor amikor 8 családos apát, mint szerződött munkást kidobott, hogy az a 8 gyerek mit fog zabálni addig, amíg ő otthon van? És van ilyen rengeteg, itt van a férjem, 10 évön köröztül, mint szerződött munkás volt, hányat mutassak családos anyát? És nem azért szóltam most fönn, mert a saját érdekünkben, mert akarok, dolgozok nagyon sokat, 8-10 hónapokat, mint szerződött munkás. De nagyon sok van itt családos anya, meg családos apa, akinek megfogják a szűrít, és kiteszi 2-3 hónap múlva. 51 óta dolgozom. Hát nehéz volt egy kicsit nekem is. Mondhatom úgy, hogy féltem is tőle, sokat sírtam, szokatlan volt a környezet. Volt, aki szintén ilyen hozzám hasonló zenész családú származó. Akkor, amikor tanulni kellett, hát azok megfutamodtak. Úgy érezték, hogy nem bi. Én is gyávának éreztem magam. De utána úgy határoztam, hogy ennek sikerülni kell. Sikerült is, örültem, nagyon boldog voltam. Idáig elértem azt, hogy 3 szakmát tanultam ki. Maros szakmába levizsgáztam, jelenleg darukezelő vagyok, és a légkalapácson is dolgoztam. Mert azért, hogy én fekete vagyok, vagy az én apám zenész volt, vagy mindegy, hogy vályokverő, vagy bármi volt, nekem a lelkem, a szívem ugyanaz, mint a másik emberé, az akaratom, az iparkodásom. Én ugyanolyannak érzem magamat, mint az a másik ember. Hát a cigányokkal a különösebb differencia nem volna így személyi vonatkozásban, csak hát vannak nekik ezek a régi rossz hagyományok, ezek a lopások. Hát ez a lopás kérdés az olyan dolog, hogy nehezen lehet előre szoktatni ezt a jó nemzetet. Már lopnak, most is csak lopnak, és a fát csak hordják, most is az árdőrül. Most már lopásról kérem, az nem állzon egyáltalán. A rendőrség már nem kellett foglalkozom velük, mert rendesen viselkednek. A járásbíróságon nem egy lopásról fogtak elítélve se kettővel még. Ott azt mondják, hogy hát ezek a püdött cigányok mindenfele lopnak. A magyarok nem lopnak, de 20 forint értékűt lopjon a cigány, a világnak a nyelvén van. Berkes elvtárs, miután én itt a járási bíróság elnöke, biztosan adata is vannak, válaszolni tud egy kérdésemre. Amit így teszek fel, azt mondják, hogy a cigányok tolvajok, hogy a cigányok általában véve lopnak. Engedje meg, hogy erre a különös kérdésre egy viszontkérdést tegyek föl önnek. Mit szólna ahhoz, ha megkérdezném, vajon a pestiek lopnak-e? Hát,
Kicsit nevetséges. Hát megsértődnék, ha ezt kérdezni. Na látja, pedig azt remélem nem vitatja, hogy ilyen bűncselekmények, lopások és egyebek előfordulnak. Hát előfordulnak, de ezek egyedi esetek. Hát van, aki lop. Na látja, ez volna végeredményben a válaszom is. A cigányok sem követnek el több bűncselekményt, mint a másik állampolgár. Ez szükség esetén alá is tudom támasztani önnek, adatokkal. Kérném akkor, milyen adatokat tudnom mondani? Kérem szépen. 1936-ban Kiskunfélegyházán 1300 bűncselekményt követtek el. Ebből a cigányok 60 bűncselekményt követtek el. Egészen más a helyzet 1963-ban. A bűncselekmények száma eleve sokkal kevesebb általában. 360 bűncselekményt követtek el a városban, és ebből, most tessék figyelni, 13 cigány. Most, ha arányt számítanánk, 1000 főre 1936-ban 100 bűncselekmény jut. 1963-ban viszont 13 jut 1000 főre. Ebből az adatból az látszik kitűnni, hogy végeredményben semmivel sem követnek el több bűncselekményt a cigányok, mint az egyéb állampolgárok. Itt még megjegyzem közbevetőleg, hogy semmiféle külön statisztikát nem vezetünk a cigány személyekről, csak a nevek alapján állapítottuk ezeket a dolgokat meg. Tehát ne fogjuk őket ezek alap alá, és ne mondjuk azt, hogy talán mindenki egyforma köztük, mert van köztük becsületes, szorgalmas, jó dolgos és tisztelet megadó. Én azt gondolom, hogy ha sokkal többet foglalkoznánk velük, gyűlésekre meghívnánk őket, talán több célt el tudnánk érni. Köszönöm szépen, nem akarok hosszas lenni. Hogy nem lehet, hogy már talán így most úgy vesszük föl, hogy most már cigányokat ilyen könnyű kérdés, ja, és ilyen egyszerűen meg lehet nevelni. Így nincs. Egy kis történetet mondok el közben, hogy milyen jellemző az emberek gondolkodására. Tapolcán volt egy eset, amikor az egyik kis cigány tanulónak az anyja bejött mi hozzánk a művelődési osztályhoz, hogy adjunk a gyereknek segítséget. Erre én rögtön átmentem az iskolába, az egyes számú iskolába, és megnéztem a gyereket, hogy rászorul-e segítségre is, vagy nem. Kiderült, hogy nem segítség kellene a ruha, hanem etetni kellene a gyereket. Erre visszaszólok a járási tanácsnak, fedje homály, hogy kivel beszéltem, hogy adjátok át az erdélynének, a Dolcinő úgy hívták az asszony. Erdélynének, adjátok át a telefont. Mire a járási tanácsnak valaki azt mondja, hogyan? Hát mondom, ott van. Hát éreztem a szavába, hogy hogy képzelem azt, hogy egy cigánynak átadnak telefont. Hát az még sose telefonált. Bocsánat, elbírja azt a televízió. Mert én azt mondtam, akár kertelek, akár nem. Hát az Isten itt, te is egyszer először beszéltél telefonon. Hát most az Erdélyn is először fog beszélni. Adjátok neki a telefon. És megbeszéltük, hogy neki etetni kell. Így van. Hogyha egy pillanatra nekem is még itt záró szó. Hát így, benne. Jogán egy pillanat. Hát az a valóság. Hát én volnék az... Én volnék az, aki ott kint tanít, és először is azt akarom mondani. Hát olyan hosszú vajudás után, másfél éve indult meg, erről már volt szó ez az iskolánk, és csak azt tudom mondani, hogy olyan mohó sóvárgással és mohó vágyal ezik valósággal azt a tudományt, amit sikerül is belecsepegtetni a kis fejükbe, hogy igazán azon az csodálni lehet. Úgyhogy ne vegyük úgy, hogy nem lehet nevelni, de igenis lehet nevelni. Na és a mi fajtánkat lehet nevelni azt a 60-70 éves politikai nézetre? Mégis az nem lehet nevelni a mi fajtánkat sem. Hát a gyerek akkor tanulja, az öreg. Na jó van, természetes. De lehet azért nevelni majd, csak az az egy kár, hogy nem egy 10 évvel ezelőtt nyílott ez az iskola. Megoldásnak egyetlen módja az, hogy letelepedjenek és otthon találjanak. Tessék! Kettő családot adunk is neki lakást Vizapusztán. Ott az iskola, tessék, semmiféle akadálya nincsen neki. De akkor vállalják a másik községek is, és adjanak ők is segítséget. Tessék! Itt Adorján házán a tanács miért nem adott bent telket maguknak? Azt mondja, a cigánt, azt mondja, a faluban nem akarjuk betelepíteni. Meg is mondom őszintén, hogyan van, ugye ott én nem restál, de már... Kérem szépen, azért van már a cigán, mert nem mehetek be a nép közé lakni. És hogy tudta ezt a házat felépíteni? Felépíteni, amit kaptam, ide nézzen fillérig, összesporolgattam. Összesporolgattam, még aztán
Kaptam így a disznórkor, kaptam 5 forintot, majd görgőpénzt, azokat is mindent betettem a takarékba. Takarékba én azt csodáltam, hogy nem is vályok, téglaház. Az mind az egész tégla. Hát ez bizony sokban. Mennyi volt a takarékban? Mennyi volt? Valami 7000, nem tudom, 7000, nem márném magukat ma így hozonni, valami 7000-en fölül volt valami a takarékban. Amikor hozzáfogott? Amikor hozzáfogtam az épüléshez. És tessék meglátni, még mindig nincs kész. Már most egyelőre nincs rá tehetségük, már az a kis pénzük, ami most nekünk van, az igen kevés. Megvan mi nálunk a minden papírunk. Minden papírunk megvan. És a tanács miért nem adott Bentelket ház helyett maguknak? Már hát nem volt olyan hely még. Azt mondtuk, nem bánjuk, nekünk jó lesz itt is, mert hát nagy családdal vagyunk, én annyira nem merek belemerészkedni a falu közepén bemenni lakni, már rosszak a gyerekek, mondom. Nekem itt is jó, mondom, mint cigán, alapon mondom. Csak itt tudjak megcsinálni, mondom, egy kis épületet. Hát ebben meg voltam nyugodtban. Aztán kérem szépen, vettem én itt a faluba 2 házat is. Hát ide nézzen, vettem, először vettem, Magyarolott, egy lakást vettem. Vettük először egy lakást, kérem szépen, 7800 forintért. És aztán a többi népek mind elleneztek neki, hogy nem szabad. Azt mondja, a cigánt, azt mondja, a faluban nem akarjuk betelepíteni, azt mondja. Meg is mondom őszintén, hogyan van, ugye, ott én nem restál, de és kérem szépen, én vettem Csöglén egy házat, 3000 forintért, most múlt évben, és a tanácselnök visszaadta, mert nem adta meg a betelepülés engedélyt. Az itteni tanács magának nem engedi meg, hogy vegyen valamit a faluba? No, az itteni tanács, miért nekem én nincsen palaszom, de ő nem engedélyezték meg ő neki, hogy megvegyik a házat. A tanács, az nem szólt semmit, csak a nép. Hát a nép. Tanácsnak is szólni kellett volna azért. Valamit segítettek rajta, igen. Mennyit kellene? Nem. Mert hát, ha már segítették volna, akkor már régen kész lenne neki. De hát bizony minket semmivel se, sőt inkább hátráztatnak bennünket. Mit csináljunk vele? Kecskemét város területén mintegy 1500 cigány él, ebből 172 család a cigánytelepen, Sár és Vályok putrikban. Majdnem valamennyien dolgoznak, gyermekeik iskolába járnak. A telepről korábban elköltözött cigány családok életviszonyaikban az új környezet hatására megváltoztak. Ezért a végrehajtó bizottság a telepen lakó cigány családok részére a város különböző pontjain elszórtan 150 lakást épít fel. Ebben az esztendőben jelent meg a 2014-es számú kormányhatározat, amelyik a cigányputrik felszámolásához építési kölcsönt nyújt. Jelentkezzenek azok, de csak is azok, akik a 2000 forintot befizették, tessék! Bari József! Bari Mihály! Rácignál! Ütős Higár Ferenc és Dr. Kisernőné. Dino Kambrusz. Honka Jöndác. Keskenyő. Kutyi Ákos. Bogdá János. Honka József. Csak is azok költözhetnek, akik a putriukat már lebontották. Hát rosszul esik nekünk, évszázadok óta itten vagyunk, és megszoktuk egymást. Nehéz az elvállás egymástól, mert ugye össze voltunk szokva már ez évszázadok óta, és egymást szerettük, bár akkor mi történt is, összeharagudtunk, de láttuk, hogy már egymást bántja, vagy valaki bántja, egy bánt bennünket, akkor már egymásra csak halálba mentünk volna. Összetartók voltunk, szerettük egymást, tehát most már így kell lenni. Talán lehet, hogy jobb lesz, talán lehet, hogy nagyon rosszul esik a megválás egymástól, mert össze voltunk szokva. Én születésemtől itt lakok, 76 éves vagyok. Itt volt a családom, itt neveltem őket, kérem szépen, olyan ürüggyel, hogy még rendőrség elébe se kerül, de ugyan én magam sem, mert 76 éves vagyok, még büntetve nem voltam.
azt mondták, hogy jaj, ilyen a cigány, emilyen a cigány, de nem egyformák vagyunk. Betegek voltunk, betegek voltak, elmentünk egymáshoz. Halottunk volt, megvirasztottuk. Ha éhesek voltunk, egymásnak adtunk. Hát nagyon nehéz a megvárás. Iglice szívem, iglice, aranyos lábú iglice, ahová te hajlasz, én is oda hajlok, iglice. Én kaptam egy új táskát, meg könyveket, meg írkát. Kaptam egy új táskát és egy kötélet. Szeretnék egy házat, házba bútorokat. Jó, gazdagok legyünk, rendes házunk legyünk, ne folyjon, meg ne legyen szökényünk. Én szeretnék ruhákat. Én szeretnék taxit. Én szeretnék házat, meg aztán ruhákat. Én kabát. Én egy autót. Kabátot, táskát, ruhákat, cipőt. Akkor 8 osztályt kiárni, meg legyen sok pénzünk. És mit szólt, mikor kiderült, hogy milyen szomszédokat kaptunk? Hát nem nagyon örültünk, mert hát soha se építettünk volna, itt tudtuk volna, hogy hát ide cigányokat hoznak. Na és miért? Hát félünk azoktól, hát előzmények vannak már, hogy hát milyenek voltak, hallottuk, és az a rengeteg gyerek, hát itt nem össznyugtunk sose. Nyitva van az arak, kaput, csanuljatok rajta. Kis pirosám, kaputon, hogy kerüljen, fáradon. Mire voltak kíváncsiak? Körülményekre voltunk kíváncsiak. Látom úgy, hogy ez egy kicsit öröm nekik is, hogy nem olyan mindenféle egyszerűek, illetve hát nem egyszerűek, hanem hát olyan... A múltban, amit hát mi is olvastunk, tanultunk, hogy félni kellett tőlük, hát ők nem úgy néznek ki. És reméljük, hogy hát mint szomszédok, hát jó viszonyban leszünk egymással. Olyan boldog vagyok, hogy nem is tudok mit mondani. Sírni tudnék örömembe, hogy ilyen szép lakás jutott a részünkre. Na és hogy tervezünk? Hogy lesz ez a jövő? Hát úgy tervezem, hogy elsősorban egy szép virágos kertet szeretnék a lakáson körül, és fákat ültetni. Kis veteményeset is szeretnénk. A férje elment a második fuvarért. Mi is el kell, hogy menjünk, mert a többiek költöztetésére is sor kerüljön még ma. Hát, látok, beköltöztek, engedje meg, hogy búcsúzóul minden jót kívánjak maguknak, jó egészséget ehhez az új lakáshoz. Viseljék gondját ennek a lakásnak, maguknak is pénzükbe van, nekünk is sok munkánkban van. Jó egészséget, jó használatot a lakás. Nagyon szépen köszönöm, és meg fogom mutatni, hogy szépen és rendbe fogom tartani a lakásomat. Szállást keres.